Labirintus. A főszerepben Ron Moody, magyar hangja Kristóf Tibor, és Pamela Szelem, Andai Györgyi. Ötödik rész, a konfliktus. Írta Ray Jenkins. Ösvények bármelyik általam kiválasztott korba elvisznek benneteket. Találjátok meg a nídust. Hozzátok el nekem. Csak tükröződésben lehet látni, de akkor fényesen ragyog. Ha meg akarjátok szerezni a nídust, alkossatok kört körülötte, fogjátok meg egymás kezét, és gondoljatok a szememre. Gondoljatok erősen a szememre. Koncentráljatok. Nem menj, Görgés, ugye nem? Nem. Bomba! Hol vagyunk? Réfúrfi? Te vagy az, Réfúrfi? Lucy kisasszony, egy hangot se! Szt! Amiatt a másik miatt! Az én kis báránykáim, csecsemőkorotok óta nem láttalak benneteket. Biztos tegnap éjjel hozott benneteket Thomas Coleman, míg aludtatok. Emlékeztek még látni nikétekre, mi? Jaj, gyere, Tóbiás, igyekeznünk kell, meg kell gyújtanunk a gyertyákat. Hé, Thomas, itt vannak a gyerekek. Több gyertyára lesz szükségünk. Igen, nénye. Hová megyünk? Útra kelünk, fiam. Keresünk egy biztonságos helyet a barlangban, és ha Isten megsegít, túléljük. Kérdezd meg, hol vagyunk? Mit kell túlélnünk? Hát ezt. Ha Isten tényleg velük van, minek nekik az ágyú? Tudom, bűnös dolog az ellenségeink halálát kívánni, de vesszem az összes kerekfejű. Ezek nem Isten katonái, hanem az ördög cimborái. Kerekfejűek. A polgárháború. Igen. Melyik oldalon vagyunk? Isten tartsa meg. Kit? Szegény cica, az anyátokat. Nem, ezek nem hagyják abban, míg össze nem dől a ház. Törődöm is én az ő istenükkel. A házat elvehetik, de minket nem. Jó. Menjünk, Lucy kisasszony, sietnünk kell. Jaj. Tessék. Tessék, Lucy kisasszony. Fogd. Messzire kell mennünk, és kanyargós ám az út, csak az asszonyom és én ismerjük, de a szabadságba visz benneteket, édeseim. Mit gondol ez, kik vagyunk? Nem tudom, de szívesebben vagyok itt lent, mint ott fönt. Szerintem Réfet, Lucyt és Tóbiást várta. Vajon hol lehetnek? Úgy tűnt, megismert minket. Ne hülyéskedj, hiszen alig lát. Gyertek, gyertek, gyerekek! Mi volt ez? Talán elektromos kisülés. Feltöltődhetett a ruhától. Ő felsége? Igen, asszonyom, játszom királyokat, de nem most. Mi a neve, uram? A nevem? Sok nevem van. Sajnos sokféle szerepet el kell játszanom ezekben a veszélyes időkben. Ez az ember tényleg nem ő felsége? Játékos vagyok, asszonyom. És vesztettem. Minden kellékemet tönkretették. A társulatom szétszóródott, én pedig bujkálok. Ide-oda futkosok, mint egy patkány.
Nem ismer engem? Ismerem-e? Ismernem kéne? Ó, talán ön is színész. Ha úgy van, jó, hogy találkoztunk. Szeretnék előadni egy darabot a győztes seregnek. Mindegy, melyik lesz az, ahogy a dolgok állnak egy király haláláról. Ha viszont fordul a szerencse, úgy a darab egy zsarrak haláláról fog szólni. Uram, nekem fontos feladatom van. Küldetésem, kérem, ne tartson fel minket. Tóbiás úrfi, Lucy kisasszony. Hát itt van. De hiszen... Lehet, hogy igen. De egyszer már megtréfált Belor. Ki maga, uram? Ki vagyok? Sajnos attól tartok, a memóriám már nem a régi. Az esésem óta. Ez egy semmire kelő alak. Színész és csavargó, semmi kétség. Nem vesztegethetjük rá az időnket. De mi ismerjük őt. Legalábbis azt hiszük. Ismernek? Nincs ebben semmi különös. A legtöbb vezetőszínházban játszottam már. Gyerünk, kis cibéim, és te is, Réf úrfi. Mire összedől a ház, már messze kell járnunk innen. Itt vannak a kerekfejűek, meneküljünk, gyerekek! A kerekfejűek, a győztes tehát megvan, de én még mindig nem vagyok kész a darabommal, az ördögbe is. Nem Rodgónak hívják? Rodgó? Rodgó? De igen, nem, bár ismerem ezt a nevet. Nem emlékszik, bárhol találkozunk, a nevén kell szólítanunk, és akkor segíteni tud nekünk. A gebém megbokrosodott az ágyú tűztől, így le kellett ugranom a szekérről. Bevertem a fejem, elvesztettem a kellékeimet, a fél memóriámat. Ó, én szerencsétlen. Ne, ne arra, erre. Erre? Jó, menjünk erre. Nénye! Ladnénye! Nénye! Ladnénye! Hol a nénye? Elment, asszonyom. És a gyerekek is. Gyerekek? Igen, már biztonságban vannak. De és a gyerekeket Ladlóba küldtem. Itt láttam őket. Réfet, Lucyt és Tóbiást. Azt hittem, ők azok. Minden gyertyatartót elvittek. Miféle gyerekek ezek? Nem. Meg kell találnunk azokat a kölyköket. Chadwick ezredes vagyok, asszonyom, és ezennel letartóztatom önt. Hol van Phil? És a színész? Valahol mögöttünk. Nem fognak megtalálni minket. Nekünk kell megtalálni őket. Sose szerezzük meg a nédust, ha vele maradunk. Úgy tűnik, mindenképp meg akar menteni bennünket. Vissza kell mennünk. Mit csináljunk? Eldugjuk a gyertyáinkat. Most! Nincs időnk játszani, gyerekek! Hagyjátok már abba! Ne, ne, báránykáim, ne bolondozzatok! Gyertek vissza, csibészkölykök! Mi van a nídussal? A nídussal? Hát nem emlékszik. Azért küldött ide bennünket. Igazán? Bocsásson meg, annyi minden kavarok bennem. El kell készülnöm a darabbal, mellyel megünneplem a parlamenti urak győzelmét. Mit gondol, értékelnék Dryden urat? Nem. Túl frivol ezeknek az istenes uraknak. Rodgó, kérlek, hogy lehet, hogy semmire sem emlékszel? Shakespeare, ez az! Maradt még valami a varázs erődből? A király színe előtt játszottam Shakespeare-t. De hogy lehet előadni az én líremet maszkok és kellékek nélkül? Varázs erő? Nem, nagyon rosszul ment Londonban. Na és mi van Belorral? Belor? Ismerősen hangzik ez a név. Melyik társulatnál is volt? Belor az ellenséged. Ő lopta el tőled a nídust. Muszáj emlékezned. Nagyon fontos. Ellopta? Bocsáss meg, a társulatom elvesztése, nem beszélve a szekérről, a kellékeimről, aztán a fejem mindez kisé összezavart. Maradj velem, fiú. Segíts, így hamarosan emlékezni fogok. De mi az ördöget adjak elő ezeknek az uraknak? Miért nem tartasz velem? Tudsz játszani, fiú? Nem számít, rájöttem. Mire? A második Richardot fogjuk előadni. Igen. Ez megfelelő lesz. Mit tegyen a király? Lemondjon! Megnyugszik abban is. El kell veszítse király nevét. Tökéletes. Kincstáramat adom egy olvasóért. Ékes palotám egy barátlakásért. Kívülről tudod? Gyöngy palástomat egy koldus gúnyáért. Én is tudom kívülről. Gyöngy palástomat! Elnézést!
gyöngypalástomat egy koldus gúnyáért, egy fakupáért ötvös kelyhemet, s egész királyságomat egy kis sírért, egy eldugott kicsinke sírért. Temessenek országút mentén, hol sok a nép, hogy hű alattvalók lábbal tiporhassák uruk fejét, hisz szívemen taposnak, most, hogy élek! Most, hogy halsz! Vigyázz, Rodgó! Rodgó? Hát persze, én vagyok Rodgó! Megcsináltad. Még mindig hat a varázserőd. Úgy látszik. Föl sem fogtam. Hogy is volt ez? Talán mert te vagy Rodgó. Közel vagyunk a Níduszhoz. Nídus? Persze. Meg kell találnunk a Nídust. Eltévedtünk. Emlékszel erre a helyre? Eltévedtünk, nem érted? Biztos voltam benne, hogy erre jött. Minden út egyforma. Együtt kellett volna maradnunk a tanyokával. És ha éppen ő Belor? Nem hiszem, hogy ő az. Aha, erre. Most már emlékszem. Gondolom maga a házvezetőnőjük, igaz? Nem vagyok közönséges fogoly, és erről hamarosan meg fog győződni. Valóban? Én nagyon is közönséges fogolynak tartom magát. Olyan fogolynak, aki még nem látta be, mennyire reménytelen a helyzete. Nem mondtam, hogy leülhet. Ne játsszon a türelmemmel, asszonyom. Két napot meneteltem élelem nélkül, nagyon fáradt vagyok. Egy szívességért cserébe megmondhatom, hogyan juthat hozzá ezekhez. Tudok egy biztonságos utat a barlangon át. Senki más nem tud róla. De a gyerekek? Milyen gyerekek? Lord és Lady Courtney gyerekei. Ne mondd meg neki! Vigyék ki ezt az embert! Áruló! 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 Tehát? Tegnap este jöttek. A barlangon át akarnak megszökni. Ha elfogja őket, ők meg tudják mondani, hol van a király. Két emberrel kutasd át a barlangot. Maga valóban különleges fogoly, asszonyom, hogy elárulja a sajátjait. Miért? A gyerekek elloptak tőlem valamit, amit vissza kell kapnom. Vajon mi lehet az? Egy nagyon régi darab. Úgy is mondhatnánk egy erekje. Felteszem, nagyon értékes. Nekem? Igen. Valami útról beszélt a barlangon át. Ha megkaptam, amit akarok, maga is megkaphatja a biztonságos kiutat. Egyáltalán nincs kedvem alkudozni, asszonyom. Azért megpróbálhatnánk, Teri. Nézd, Helen, csak ketten nem tudjuk ide hívni Rodgót. Legalább próbáljuk meg. Hát jó. Amit, Teri, te is érezted? Igen, valami bizserkést. Mintha elzsibbadt volna. De mi volt ez? Nem tudom. Gyere, próbáljuk meg Rodgót. Rodgó! Hallom tisztán, amit mond. Ne hagyjuk abba! Túl gyenge! Csss! Mit mondott? Csss! Nem tudom. Volna tovább. De mit mondott Rodgó? Nem tudom, de mintha azt, hogy közel. A Nídus. Biztos a Nídusra értette. Ezért éreztük azt a bizsergést. Igen. De vajon milyen közel? Azok a gyerekek fontos adatokat tudnak a király hollétéről. Megkeresni és idehozni őket. Igen, uram! Marra! Hát! Előre, indulj! Ne aggódjon, asszonyom, nem lesz bántódásuk. Nálunk korbács jár a hamis esküért. Semmi kétség, maga a végsőkig alapos ember, uram. Ön pedig egy kivételes felfogó képességű asszony. Kötelességemnek érzem tudatni önnel, hogy Marston Moore óta semmi reménye a királynak. Mégis fűhöz, fához futkos, és azt hiszi róluk, hogy a barátai. Hűséges barátai. De hamarosan elkapjuk, és ezzel vége lesz. Ki fogjuk hallgatni, és kétségtelen, hogy elítéljük. Ez a leghőbb vágya?
Nem, asszonyom. Az a leghőbb vágyam, ami minden katonái. Otthon lenni. Tudni, hol fogok aludni éjjel, hogy nem valami nyírkos oduban. Felkelni a jó meleg ágyból, és nekilátni egy tisztességes munkának. Nem jól viseli a háborút? Bevallom, nem szívelem ezt a háborút, asszonyom. A katona kötelessége kiűzni az ellenséget a hazájából. De ha országát polgárháború dújja, csak egy eszét vesztett képes nem sóvárogva várni, hogy vége legyen már. De árulja el, egy magafajta hölgy, aki könnyű életét éli egy pompás házban, mit érthet mindebből? Többet, mint gondolná, ezredes. Én is türelmetlenül várok egy győzelemre. Bár most inkább a vesztéshez állok közel. Gyerünk, Rodgó, meg kell találnunk Ellent és Terryt. Értsd meg, el kell próbálnom még egyszer. Ez forradalmasíthatja a világítást a színpadon. Legyen világosság ebben a barlangban. Most nem ment valami jól. Szerintem csodálatos elsötétítés volt. Tessék, ez milyen volt, na? Klassz, végre helyben vagyunk. Menjünk már. Mi az, hogy helyben vagyunk? És mi van azzal a katonával? Mi biztosítalak, hogy már ledöntötte a házat? Most, hogy hasz. Ó, jaj. Menj. Tűnj el. Menj már el, hallod? Unom a képet, fickó. Itt van az egyik gyerek. Ez egy szerecsen. Az ezredeshez kell jönnöd. Na ide figyelj, cimborám. Hogy merészelsz? És én még szórakoztatni akartam ezeket a banditákat. Úton állók mindegyik. Az ezredesed még hallani fog erről. Meg kell találni azokat a gyerekeket. Az embereim már a nyomukban vannak, asszonyom. Ne legyen olyan izgatott. Az ez erekje tényleg értékes darab lehet. Nem értheti meg, ezredes. Az az én jövőm és múltam. Talán egy örökség. Ó, igen. Meg kell állítani a őket. Ebben egyetértünk. Maga azért, hogy visszakapja az örökségét, én azért, hogy kikérdezzem őket a királyról. És ezek? Ha bizonyságot nyer, hogy királypártiaké volt, a közvagyont fogják gyarapítani. Megérkeztünk, szerecsen. Megtaláltam az egyiket, uram. Remek. És ezt? Itt az ideje, hogy végezzek veled, Rodgó, egyszer s mindenkorra. Gyerekeket küldtél. Ilyen gyerekeket, hogy visszaszerezzék neked a nédust. Nem jelentenek problémát számomra. De te sem. Minden támadástól egyre gyengébb leszel, Belor. Te leszel egyre gyengébb, Rodgó. Végül semmivé válsz. Lehet, de ha itt tartalak még, azok az ilyet gyerekek is visszaszerezhetik nekem a nédust. A nyakam! A gyenge pontod, Belor. Ki ez a fickó? Színész uram. Valóban? És a másik két gyerek? Még keressük őket. Nos, szerecsen, szeretnél szabad lenni? Igen, uram. Mondd meg nekem, honnan jöttetek, te és a barátod? Tudsz valamit a királyról? Rám figyelj, fiam. Tessék. Hol van most a gazdát, halljam? Tudjuk, hogy felszólították, kíséri el a királyt Yorkba. De hol van most? Ach, asszonyom, ön talán szóra tudja bírni ezt a szófukar gazembert. Mi folyik itt? Talán nem akarja kikérdezni az erekéről, amit elloptak ebből a ládából? A nídus ott van Helennél és Terrynél. Állítsák meg! Őrség! Itt vannak! Erre! Megállni! Megállni! Nem lehet. Nagy segítségére lehetek, ezredes. Miben, asszonyom? Hatalmas vagyonhoz tudnám juttatni. Az egyetlen, amit elvittünk innen, az egy gyertyatartó volt. Csak az lehet a nídus, nem igaz? Ha Helent és Terryt elkapják, a gyertyatartó visszakerül ide. Fel tudod tartani Belort, hogy megszerezhessük? Persze. Körül kell állnunk, még mielőtt Belor átrepít egy másik korba. Vigyázz!
A színész egy mágus. Óvakodjon tőle. És ön? Kicsoda ön? Egy asszony, aki hatalmat adhat magának minden hadsereg fölött. Uralkodni az egész földön, ha ez a vágya. Ez hazaárulás, asszonyom. Hazaárulás? Gondolja csak meg. Nem lenne nagyobb áruló Oliver Cromwellnél. Hallgasson! Mi támogatunk mindenkit, aki szabadságra vágyik. Politika. Az Istenek hatalmát kínálom fel, és maga politikáról fecsek. Legyen óvatos, asszonyom, az Isten káromlók mágián végzik. A gyertyatartó a nídus. Hol van? Eldobtam. Boszorkány! Fogjátok el, boszorkány! Most én jövök, boszorkány! Biztos, hogy ez az a hely? Igen. Igen, itt dobtam el. Akkor hol a nídus? Fölvették a katonát? Nem. Akkor hol van? Biztos, hogy itt volt. Nézzétek csak. Valaki elvitte a gyertyatartót. Jaj, ne. Ez nem ad a gyertyát, Helen. Az öreg asszony. Csak is ő találhatta meg. Most arra mérföldekre lehet tőlünk? Dehogy is. Szerintem bennünket keres. Vagyis valószínűleg visszafelé tart Belorhoz. Igen, tényleg. Rodko! Ki van ott? A nédus. Vissza kell csalogatnom. Én vagyok nénye. A gyerekek erre mentek. Gyere vele! Nénye! Hallom, hogy hívnak, asszonyom. Méghozzá innen. Nem! Magyar hangok. Kristóf Tibor, Andai Györgyi, Paciga Mónika, Bartuc Attila, Perlaki Attila, Gruber Hugo, Szögi Arany, Funtek Frigyes, Bata János.
Készült Bob Baker és Peter Graham Scott ötlete nyomán. Zenéjét szerezte Sidney Sager. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Rés Éva, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Kovács Miklós, vágó Mihály Falvi Mihály, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Kis Beáta. A filmet rendezte Peter Graham Scott.